Üdvözöljük egymást egy Horthy korszakból származó köszöntéssel, melyet 2006 után felelevenítettünk, az utóbbi években viszont méltatlanul mellőzték. Hallja hát mindenki! Adjon az Isten! Persze üdvözöljük hívatlan, nácizó, a himnusz alatt is nácizó vendégeinket, a történelemből felmentettek szakkörtagjait. Üljetek le egyes, olvasom itt a Mi Hazánk Ifjainak transzparensén, melyen az ellentüntetőknek üzennek. Szögezzük le itt rögtön az elején, hogy a tisztesség, a becsület és a méltóság itt, a sötétség pedig oda át van. Úgy látszik, hogy sorsszerű, hogy mi kommunistákból és liberálisokból és menetrend szerint mindig a legalját, a legrosszabbakat fogjuk ki. És az is minden kétséget kizáró módon kijelenthető, hogy vörös rágcsálóból a legritkább esetben sem lesz fehér ló. Masírozok, Kápáron Szohára, úgy gondolok az én violámra. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonám. Mi jut eszünkbe először a kormányzó úrról, hogy egy régi, szép magyar közmondással kell jellemezni, akkor nekem biztos az jut először az eszembe, hogy épp testben, épp lélek. Ugyanis ő nem csak a nyelvtanulásban járt élen, és nem csak a hadiismeretek elsajátításában, hanem kiváló középtávfutó volt, remek vitorlázó, kiváló eredményeket ért el teniszben, kerékpározásban, vívásban hadseregbajnoki címig vitte, és első osztályú lovas volt. És nem csak lovas volt, hanem a legárdázabb ellenségi által is elismert módon lovagias, tisztességes ember és tisztességes hazafi volt Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Százados úr, gondot visel reám, Horthy Miklós lesz az édesapám. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonám. A menetet a főváros lovasrendőreinek Zrínyi Sisakos 10 százada nyitotta, majd a huszár szakasz következett. Utánuk a vezérkalérén Horthy Miklós lovagolt be, a Gellértére Szellő nevű deres lován. A Gellért szálló nemzeti színbe öltözött, felesége és gyermekei itt várták a fővezért. Fedetlen fővel díszmagyarban üdvözölte Bódi Tivadar polgármester egy emelvényről a téren. Horthy hosszú, sötétkék tengerész egyenruhában érkezett, összes érdemrendjével a kabátján. 9 órakor ágyúszó jelezte a pesti oldalon várakozóknak, hogy a hadsereg a Ferenc József hídra lépett. De előtte még elhangzott az a híres, legendás beszéd, melyet most meghallgathatunk. Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta 1000 éves múltját, ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Horthy Miklós katonája vagyok, büszke vagyok rája. Ezért lettem szép Magyarországnak vitéz katonája. A Horthy Miklós társaság alapvetően kerüli a napi politikát. De én azt vallom, hogy a nemzeti hadseregre való megemlékezés a jobb oldal ügye, a nemzet ügye. Horthy Miklós budapesti posztomosz díszpolgári felterjesztése nem lehet kérdés. És mi is azt valljuk, hogy a kormányzó Gellértéri szobrának jövőbeni felállítása egy jelkép. Jelképe Magyarország feltámasztásának és a valós rendszerváltásnak. Mert pártfüggetlenül is ez a mi hazánk. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Bocsánat, hogy visszakérem a szót. Novák elődurat szólítanám. A Horthy Miklós Társaság titkárságát szólítanám. Novák előd munkásságát pártól is mindentől függetlenül igen-igen régóta figyelemmel kísérjük, és ez a 90-es évek óta tartó munka Horthy Miklós méltó elismerésért kitüntetést érdemel. A 100. évfordulóra alapítottunk egy kitüntetést,
és ezt most fogjuk átadni, és ez a kitüntetés meggyőződésem és hitem szerint az egyik legméltóbb helyre kerül. Tehát aki kapja, tapsot neki, Novák előtt. A siker az övé, dicsőség az Istené. Hazámat szolgálom. Kicsit meglepett engem a mai nap folyamán, elnök úrnak ez a kezdeményezése, azonban némi rövid tanácskozás után úgy döntöttem, hogy mindnyájunk nevében, hiszen az érdem közös, a megemlékezés közös, amit folytatunk itt most már, mondhatjuk évtizedek óta, ezt a megemlékezést, a zászlót visszük tehát tovább. Szedjétek le a kerti aláit, úgy várjátok a Horthy katonáit. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Lehet, hogy ma a magyarság igazán harcos tagjai nincsenek annyian, mint akár 1919-ben, 1920-ban. De a küzdelmet, a harcot nem adhatjuk fel, mert egyszerűen ez lehetetlen. Csak arra várnak, hogy meggyengüljünk. Arra várnak, hogy elhitessék a honfitársaink tömegeivel, hogy az a burzsoázia, amely valójában elnyomja a népet, az korrupt, miközben ők maguk tiszta kezűek. Mindig bebizonyították a történelemben, 1919-ben, és most is bebizonyították, hogy amikor a vörösök, a baloldaliak, a liberálisok, a sátán földi megtestesítői kezükbe ragadják a hatalmat, minden korrupt politikusnál és korrupt burzsoá hatalomnál sokkal korruptabbak lesznek. Sokkal többet lopnak, és sokkal több élvezetet szeretnének hajszolni, mint akár azok a politikusok, akiket most itt Budapesten is leváltottak. Mivel kezdték Karácsony Gergelyék és a mögöttük álló vörös horda a hatalomátvételt? Azonnal osztozkodni kezdtek. Azonnal azt nézték, mit lehet még ellopni. És ez vár Magyarországra 2022-ben is, hogyha átengedjük nekik a hazánkat. Ezért nem adhatjuk fel a küzdelmet. Ezért a harcot folytatnunk kell. És bármennyien vagyunk is, meg kell vívnunk azt a küzdelmet is, amely most ránk Budapesten vár. Valamennyi vörös rongyot, valamennyi vörös zászlót, valamennyi szivárványszínű rongyot, szivárványszínű zászlót le fogunk szaggatni az előttünk álló években, le fogjuk tépni a sátáni jelképeit, politikai, szimbolikus és mindenféle értelemben mágiára fogjuk dobni, tüzet rakunk belőle, és visszafoglaljuk nem csak Budapestet, hanem egész Magyarországot, mert ez a mi hazánk. Fel a győzelemre!